Sziasztok! A 80-as években a Pallas lap és könyvkiadó vállalat úgy gondolta, hogy piacra dob egy gyermekeknek szóló évkönyvet. Ez volt a Misa évkönyv. Ez hasonló volt, mint az akkoriban népszerű kincses kalendárium, annyi különbséggel, hogy ez kizárólag a gyermekeknek szólt. Az Azonos című folyóirat, amely a hazai és a határon túli gyermekek közötti barátságot igyekezett szorosabbra fűzni, gyönyörű grafikákkal, remek mesékkel és fejtörőkkel volt tele. Az évkönyvet is hasonló módon készítették el, s a versek, a mesék és a feladványok mellett naptárral, cikkekkel és reklámokkal színesítették. A közel 200 oldalas évkönyv népszerűsége ellenére sajnos csupán néhány évet élt meg. A kiadvány, amely alapvetően az óvodásoknak és a kisiskolásoknak szólt, barkács ötleteket is adott, és voltak benne képregények is. Az 1988-ban megjelenő évkönyvára mindössze 23 forint volt. A borítót leszámítva a belső lapjai nem voltak színesek. A kiadvány azért is volt zseniális a maga nemében, mert a szórakoztatás mellett tökéletes ismeretanyagot adott a gyermekeknek. Emellett kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos a környezetvédelem és a testnevelés. A gyermekeket a mozgásra és a tudás utáni vágyra ösztönözte. A kiadvány elenyésző számban tartalmazott reklámot inkább a szórakoztatásra fektette a hangsúlyt a rejtvények és a képregények segítségével. A grafikákat is érdemes megemlíteni. Az évkönyvbe az akkori kor neves rajzolói alkottak, s a gyermekeknek szánt rajzok nem voltak túl bonyolítva, mégis tökéletesek, aranyosak voltak. A 80-as és a 90-es években a rejtvényújságoknak nagy divatja volt, akárcsak annak előtte. Mi a szüleinktől kedvet kapva boldogan töltögettük a gyermekrovatokat. Valószínűleg ma már elenyésző számban vannak azok a gyerekek, akiket még el tud varázsolni a keresztrejtvények világa. Ez volt a Misa évkönyv, amely sajnos már-már a feledés homályába merült, de azért remélem, hogy ezzel a videóval sikerült némi emléket állítani neki. A következő retro újságokat bemutató videókban a képes nyelvmestert és a Videoplay magazint fogom bemutatni. Kellemes nosztalgiázást kívánok mindenkinek! Sziasztok!